Haydn Krisztus utolsó hét szava keresztván című művének vonózenekari változatát adta elő a Liszt Ferenc Kamarazenekar a Conspirito Egyházzenei Fesztivál keretén belül a Pécsi Bazilikában. Joseph Haydn ezt a művet 1780-ban komponálta egy nagyon érdekes felkérésre a Kadizi Spanyolországban fekvő város, Kadizi városnak a székesegyházának a püspöke kérte fel, hogy írjon egy nagypénteki darabot, és ott elhangzott a Krisztus hét szava a keresztfán, ami a pap felolvasta ezt a hét mondatot, majd fűzött hozzá egy rövid értekezést, majd egy 7-8 perces zenei toldás követte, és ebből alakult ki ez a, vagy hát erre az eseményre komponálta a Haydn ezt a darabot. A darabról még azt kell tudni, hogy egy gyönyörű gólyafestményekkel díszített templom belsőről van szó, amelyet nagypéntek alkalmából fekete anyagokkal borítottak be. Egyetlen csillár világított, csak fél homályban játszották ezt a darabot. Hét fő mondat van, ami elhangzott a keresztfán, és Haydn ez eléje, és utána komponált egy bevezetőt, és utána meg komponált egy földrengés tételt. Ezek a bevezetés és az első hét tétel, az egy lassú, ilyen elmélyülős tétel, és a végén van egy földrengés, ami egy ilyen nagy dúshangzású presto tétel, és tényleg egy mennydörgést és egy földrengést imitál. A Filharmónia Magyarország programjainak jelentős része Pécsről származik, így az Egyházzenei Fesztivál is, amely több évtizede sikeresen működik. 2014-ben vált országossá és a Conspirito elnevezést kapta. Az idei fesztivált a Filharmónia a Haydneum Magyar Régi Zenei Központtal közösen hozta létre. Az országos rendezvény során magyar vonatkozású művek csendültek fel. Nem biztos, hogy Magyarországon született a zeneszerző, de vagy itt dolgozott, vagy az a műve itt született, vagy valamilyen módon kapcsolata van Magyarországgal. Ez Haydneumnak a hivatása, feladata, hogy ezt kutassa, ezeket ápolja, gondozza és bemutassa. Így az idei Egyházzenei Fesztiválunk is erre a programra épül. Amikor az Egyházzenei Fesztivál megszületett Pécsen, Szamosi Szabolcs akkor a bazilika orgona művésze és zenei vezetője volt. Sok színes program volt ekkor, mint például orgonakoncertek, gregorián estek, liturgiában megszólalt az egyházzene. Egyszer csak jött az ötlet, hogy hát ezt jó lenne fesztiválban is összefoglalni, és amikor ez megvalósult, akkor éreztem azt, hogy ez egy mennyire jó ötlet volt, mert például a médiák mennyivel inkább érdeklődnek egy fesztivál iránt, mint amikor szétszorva van egy orgonakoncert, egy zenekari szentmise, vagy egy bármilyen más egyházzenei esemény. És azt gondolom, hogy ez is segített jobban a fókuszba helyezni az egyházzenét, az orgonamuzsikát, és ilyenkor az egyházzenei fesztiválon a közel hozzuk a zenét szlogenünkhöz hűen, vagy annak megfelelően bemutathatjuk annak a nagy közönségnek, akik egyébként klasszikus zene kedvelő, de esetleg az egyházban annyira nem járatos, nem jár templomba, szentmisére, vagy más istentiszteletekre,
és talán ilyenkor, ilyen alkalmakkor eljön, és megismerkedik a klasszikus zenének ezekkel a kincseivel is. És azt gondolom, hogy elég nagy lemaradásban vagyunk, voltunk ebben 4 évtizeden át, úgyhogy van mit behoznunk, és az is egy fantasztikus és gyönyörű dolog, hogy nagyon sok kincs vár még kibányászásra, a könyvtárakból, akár a pécsi püspöki könyvtár, levéltár, kottatár anyagából, akár más egyházmegyéknek a levéltárába fantasztikus kincsek várnak bemutatásra, és talán nem is tudjuk, hogy azok a zeneszerzők abban a korban, ebben a gyönyörű országban milyen műveket alkottak és adtak elő. A kiemelkedő zenei esemény alkalmával Pécsen kívül Szegeden, Veszprémben, Békéscsabán, Kaposváron csendültek fel klasszikusok a szabadban és a templomokban.